Csak annyira lehet okos egy otthon, amennyire a lakói vagy a benne élők azok. De ez akkor lehetséges, hogyha az ember igenis rászállja az időt az elején, és végig gondolja, hogy mit szeretne, mert akkor fogja tudni bárki is megvalósítani azt. Okos otthonnal kapcsolatban lenne kérdésünk? Hmm, gondolkodnom kell rajta. Jöjjetek vissza ide pontosan 7,5 millió év múlva. Ennyi időnk? Azért nincs. Okos otthon telepítéssel kapcsolatos kihívások és azok megoldásai Zsák Péterrel és beszélgető társadalommal. Okos otthon gurú műhelye. A válasz ezúttal nem a 42. Sziasztok, kedves hallgatók és nézők! Ez itt az okos Otthon Guru műhelye következő adása, ahol arról beszélünk, lehet-e nálam okosabb az okos otthonom. Itt van velem hoztársam Szabó Kitti, én Zsák Féter vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Hát beszéljünk erről a kérdésről, mert sokszor felvetődik, és hallom ezt, hogy nem kell, hogy okos legyek elég, hogyha a telefonom meg az otthonom okosabb nálam, és az tök jó. És én ilyenkor mindig felszoktam vetni Turbusz Gergőnek a mondását, hogy csak annyira lehet okos egy otthon, amennyire a lakói vagy a benne élők azok. Erről szeretnénk beszélni, hogy ez mit is jelent, mire megy ki ez a, ez a kérdés. Igen, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az emberek csodát várnak az okos otthonoktól. Tehát, hogy ők mondják, hogy ők akkor egy okos otthon szeretnének, és akkor innentől kezdve egy old meg. De nyilván ez nem ilyen egyszerű, hiszen azt teljesen rá kell szabni. Tehát, hogy ahhoz, hogy neki tényleg minden igényét kielégítse egy okos otthon, az akkor fog működni, hogyha tudjuk, hogy ő mit szeretne. És el kell keserítenem mindenkit, mert ez akkor lehetséges, hogyha az ember igenis rászánja az időt az elején, és végig gondolja, hogy mit szeretne, mert akkor fogja tudni bárki is megvalósítani azt. Ez tök egyszerű, hát autót sem úgy megyünk vásárolni, hogy bemegyek egy autókereskedőbe, és azt mondom, hogy autót szeretnék, hanem ott vannak mindenféle elképzeléseink, hogy családi autót szeretnénk, olyat szeretnénk, amiben hét gyerek fér el, vagy öten elegek vagyunk. Kis teherautó, nagy teherautó, visszük az egész pereputyot, nagymamát, meg még egyébként egy lakóautót is szeretnénk, vagy elég lesz nekünk egy sportautó, mert mi éppen sportautóra vágyunk. Okos otthonoknál pont ugyanez a történet, mint egyébként egy, egy háznál, meg egy lakásnál. Én szeretnék egy házat. Na jó, de miért, mekkorát, hány négyzetméter, hány szoba, ki fog benne lakni? Pont ugyanezt kell itt is vég gondolunk, és ugyanezt kell végignéznünk. Igen, és fontos az, hogy ne onnan induljunk, hogy a szomszédnak van, akkor én is szeretnék, mert lehet, hogy a szomszédnak van benne egy olyan funkciója, ami tetszik, de lehet, hogy volt 16 olyan, amivel mi semmire nem mennénk. Tehát ezt mind-mind végig kell gondolni, hogy mi az, ami akkor itt közös volt, és, és mi az, ami miatt mi azt gondoljuk, hogy a szomszédnak nagyon jó okos otthona van, mondjuk. és, és tényleg ehhez azt kell, hogy elkezdjük az elejétől végig gondolni, hogy mit is szeretnénk. Az tök jó egyébként, hogyha vannak elképzeléseink, igen, hogy a szomszédnál azt láttam, hogy amikor este van, akkor szépen lejjebb megy a fényerő, stb. Tehát ez, ez mindegyik jó kiinduló pont, mert legalább van miről beszélgetni, hogy látjuk azokat a preferenciákat, amiket az embereket érdekel. Nincs olyan, hogy egységnyi okos otthon. Tehát nagyon jó, hogy lehet ilyet kapni, hogy okos otthon készlet, és akkor abban van minden. De ahogy a házból sincsen, vagyis hát van, bocsánat, panelházak van egységnyi méretű, és akkor old meg, ezt is lehet így, de hogyha olyat szeretnénk, amit ami tényleg ránk van szabva belül, kívül, mindenhol, akkor ott azt mindenképpen azokra kell szabni, akik ott lesznek. Igen, és ez nagyon fontos, hogy Nyilván ebbe a telepítőnek mindig nagyon nagy szerepe van, hiszen egy telepítő már tudja, hogy mit lehet egy okos otthonból kihozni, de az a felhasználó, aki lehet, hogy csak a szomszédnál egy funkciót látott, ő csak annyit tud, hogy hú, ez tök jó volt, ilyet szeretnék. Na de, hogyha a sajátját meg kellene tervezni, akkor már ne onnan induljunk ki, hogy akkor ezt az egy funkciót szeretné, akkor ezt megcsináljuk, és akkor nem érdekel a többi, hanem akkor neki el kell mondani, hogy akkor ténylegesen mi minden lehetősége van, mert lehet, hogy még tízszer annyi dolog van, amire nem is gondolt, hogy lehetne, és itt a telepítő felelőssége lesz az, hogy minden információ eljusson hozzá és megértse. És egy kicsit ilyen mediátor szerepel kell, hogy a telepítőnek legyen. Ő neki kell segíteni a leendő lakóknak eldönteni, hogy mi az, ami egyébként nekik kell, meg mi az, ami nem. Egy generál kivitelezővel beszélgettem, és elmondta nekem, hogy hát ez az okosotlón, ez teljesen nagy badarság, mert egy társasházban az egyik lakó szeretett volna okosotthont, és rá is fetszölt. Ez volt szerintem olyan öt és tíz év közötti távlatban rá is fetszölt 3-4 millió forintot, és utána aztán mire ment vele, semmire, mert világított az ágy alatt, így, meg úgy, de sose használta, meg nem tetszett neki, meg, meg különben is. És a mellette lévő lakásban, meg 2-3 millióval olcsóbb volt, és mennyivel jobb életérzés voltak be a lakásban. Hát igen, ez ugyanolyan, hogyha belerakunk mindent is és a autónkra rászerelünk egy teherautónyi dolgot hátúra, nem feltétlenül fog attól még jó működni. Ezeknek szinergiába kell működni, tehát meg kell találni azt a pontot, a pont elég okos otthon, én ezt szoktam mondani, amikor nem tervezzük túl plusz funkciókkal, nem rakunk olyan dolgokat bele, amit egyébként első hallásra tök jónak tűnik, aztán utána két hétig használjuk, és soha többé, mert az nem jó lakónak, mert egy csomó pénzt fizetett ki érte, elégedetlen lesz, hogy hát ezért is fizettem és nincs itt. hogyha előre gondolkodunk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy ha akár újabb funkciókat szeretnénk behozni, akkor ezt utólag meg lehet valósítani. Igen, és itt nyilván egy új építésű háznál egyszerűbb a helyzet, főleg, hogyha mondjuk van egy lakberendezőnk, mert ő tök hasonlókat fog kérdezni. Nyilván okos otthon szempontból csomó minden másra is szükség van, de hasonló témákat kell körbejárni. Tehát ugyanúgy, ahogy a lakberendező is végig kérdezi, hogy akkor mondjuk te hogyan szoktál főzni, és akkor mit hova tegyünk, hogyan lesz a munka folyamat, akkor az alapján helyezzi, el, hogy hol lesz az asztal, hol lesz a mosogató. Nyilván persze vannak neki egyéb standardjai, hogy mi, mitől milyen távolságra kell, hogy legyen. De hogy alapvetően felméri az ott az igényét hogy hogyan fogják használni, és úgy tervezi a bútorokat. És itt tulajdonképpen nekünk kell erre rácsatlakozni, hogy azon kívül, hogy a bútorok jó helyen vannak, akkor ugyanazt a mozgást, amit mi végigviszünk tulajdonképpen egy főzésnél, azt végigkövessük magával az okos funkciókkal is akár. Tehát mit tudom én, hogyha egyébként mi beállítjuk azt, hogy legyen egy konkrét funkció a főzéshez, akkor gyakorlatilag be lehet állítani azt, hogy a megfelelő világítás a megfelelő munkapult felett kapcsoljon fel, amikor mi éppen mondjuk főzünk kapcsoljon be a rádió, amit éppen hallgatni szoktunk, vagy netán közben bármi más mondjuk kapcsoljon le. Nyilván ez attól függ, hogy hogyan élünk. Tehát a tévét ne kapcsoljuk le, mert megy a rádió, hogyha egyébként a gyerekek ott ülnek előtte. De mondjuk ez mind-mind olyan, amit előre kell végig gondolni, és nem pedig utólag fogni a fejünket, hogy ja, hát ezt nem így kellett volna. Igen, és itt sokat tud segíteni a tapasztalat. Egy okos telepítőnek van már annyi tapasztalata, és ezért is tud tippeket adni. Ugyanúgy, mint egyébként egy lakberendező, ha már a lakberendezőket említetted. Az okos telepítőnek az egyik legjobb barátja egyébként a lakberendező, mert maga a lakberendező is, hogyha képben van, és, és tudja, hogy oké, okay, egyébként ezt úgy lehet feldobni, úgy lehet itt a a színekkel variálni, ugye, hogy elég csak az ikea gondolni, aki rátolja most ugye a HomeSmart megoldására, és azzal is indult, hogy a saját bútorainak ad új életet a színekkel. Itt is ugyanez a, 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 történet, a megvilágítás nagyon sokban tud segíteni, és ezt a lakbelendezők is tudják, és ha együttműködnek az okos terepítővel, akkor ez sokkal egyszerűbb lesz. Igen, és mindkét félnek egyszerűbb. Tehát, hogyha az ő részüket nézzük, akkor is baromi fontos az, hogy ő már tudja, hogy milyen kapcsoló családokat ajánljon, mondjuk, mert van hozzá passzoló okos megoldás és akkor nem azon kell törni a fejét neki is, hogy hű, de az okos kapcsolónak, ha nem tudom én, színárnyalata, az eltér attól a színárnyalattól, amit mondjuk a, a beépített kapcsolókban már kiválasztottak, és akkor most mi legyen, hanem már alapból ő is úgy válogat, hogy ezek ténylegesen összhangban legyenek. És ilyenkor mindig felmerül a kérdés is, hogy amiről nem tudunk, az nincs, azt nem tudjuk ajánlani. Ugyan ez igaz egyébként a lakberendezőnél is. Tehát ők, ők próbálnak egyébként képbe kerülni, és hozzánk is több megkeresés érkezik, akár személyesen csak lakberendezőktől, akár lakberendezőket oktató iskoláktól, hogy beszéljünk egy kicsikét az aktuális dolgokról és a kézzelfoglató dolgokról. Ugye nekik arra van szükségük, hogy tényleg tudja, hogy most oké, okay, ez itt megvalósítható, oké, okay, ez az új dolog jött be. Ebben kell gondolkodni, tehát őket sem egyébként a, a technológia érdekli mögötte, hanem az, hogy itt van egy funkció, amit tud majd ajánlani az ügyfelének, amitől az ügyfelének jobb lesz. Igen, és itt nyilván fontos, hogy az ügyfél ezt már előre tudja, tehát lehetőleg időbe vonja be a lakberendezőt is, meg minket is, meg nyilván az összes többi szakágat is, tehát nem csak a lakberendezőknél, nyilván a gépészeknél is fontos, hogy mondjuk olyan szelepet helyezzen a rendszerbe, amit utána mi esetleg tudunk okosítani, mint utólag kitalálni, hogy akkor ezt a csőszakaszt ki kell majd szedni, hiszen helyette egy másikat kell berakni, vagy egy sokkal komplikáltabb megoldással megoldani a végén. És mindig felmerül a kérdés, hogy mikor kell bevonni az okos otthonost. Hát ez attól függ. Normál esetben én azt szoktam mondani, hogy már csak azért is érdemes valamilyen szinten az okos otthon telepítőt bevonni, mert onnantól kezdve elkezd a tulajdonos is gondolkodni ebben. Azért ez egy érési folyamat, ugyanúgy, mint a házal kapcsolatban, amikor kitaláljuk, hogy most egyébként mit szeretnénk. A tervező nagyon sokat tud segíteni, és az okos ebben is ez igaz, hogy a tervezőknek vannak elképzelései, és ők egyébként meg tudják előre tervezni a dolgot, olyankor elég az okos otthon telepítőnek akkor odaérkezni, ha jó tervek vannak, és ez végig van gondolva, amikor valóban meg kell valósítani a telepítést. Előtte én azért mindig azt szoktam javasolni, hogy már amikor felmerült, akkor gondoljátok végig, akár új építésről, akár felújításról, vagy egyebekről van szó, érdemes végig gondolni azt, hogy mit is szeretnénk pontosan, és eljutni egy érési folyamat során, hogy mi is lesz az, ami nekünk tetszik. Igen, és akkor mindenki ennek megfelelően is tud készülni, és csomó dupla munkától tudjuk megkimélni tulajdonképpen az egész csapatot, aki az ingatlanon dolgozik, mert nem kell nekik kiszedni valamit, amit a másik már beépített, mert mondjuk oda valami másra van szükség, vagy egy tök más megközelítés kell, legyen szó akár a redőnyöknek a vezérléséről, amikor nem mindegy, hogy hogyan került az a kötésre, és esetleg újra kell-e bármit kábelezni hozzá, vagy ugyanígy a világításnál is végig gondolni, hogy megspórolhatunk-e akár esetlegesen konkrét vezetékszakaszokat szakaszokat azzal, hogy gyakorlatilag automatizmusokkal fogunk egy adott részt vezérelni, és nem feltétlenül kell a lépcsőforduló közepébe is még plusz egy kapcsolót felvinni, mert biztosra akarunk menni. És sokszor elhangzik az is, hogy az okos otthon szemléltetésénél mindig egy emberre épített lakásokról beszélünk. Ott a legegyszerűbb bemutatni, hogy hazaérkezik valaki, szól a zene, bármikor, amikor hazaér, az ő kedvenc zenéje indul el, meg napszakhoz beállítja a világítást. És ugye ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy igen, ez egészen addig működik, amíg egyedül van az ember, de hogyha már van az embernek egy párja, esetleg egy családja, akkor nem feltétlenül szeretnék, amikor este 11-kor hazaér, akkor éppen a, az Imperial Marchot hallgatni a, az álmuk közben, mert hogy hazaért az illető. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot kell összehangolni, amire egyébként nem feltétlenül gondolunk az elején. Hagy hozzak még egy példát erre, oroszmisi barátom mesélte egyszer, hogy Budapesten éppen felújították a, az otthonukat, és ő is meg a párja is elment otthonról, és hát a kedves szakemberekre rákapcsolódott, vagyis hát lekapcsolódott a lámpa, mert hát be volt állítva ugye szépen, hogyha nincs otthon senki, akkor minden menjen alap állapotba, csak hát pont azokat a kivételeket fejtett el a is, és azért is mesélte el ezt tanulságként, hogy ez ugyanez egyébként igaz, mondjuk, ha egy nagymama vigyáz a gyerekekre, amíg a szülők elmennek színházba, hát akkor se feltétlenül jó, hogyha szegény nagymamára ráoltódik a lámpa, és élesedik mondjuk a riasztó, mert annak kellemetlen következményei lehetnek szegény nagymama lelki állapotára is. Igen, de hasonlóan lehet beszélni arról, hogy mi van akkor, hogyha egy takarító jön. Tehát, ugye az pont egy jó példa arra is, hogy hogyan lehet jól csinálni, és hogyan lehet beállítani azt, hogy mondjuk csak bizonyos van, tud bemenni, vagy legyen olyan helyiség, ahova nem tud bemenni. Viszont, nyilván itt is lehet rosszul csinálni. Tehát, ugyanez a szituáció megtörténhet, hogy oké, akkor takarítson, nyugodtan addig én elszaladok a boltba, és akkor közben rázáródik az ajtó, vagy netán. Takarítás közben szembe találja magát a robotporszívóval, és <laughs> vitájuk támad, hogy pontosan ki mit is takarít. Tehát Hát nyilván ez, ez mind ilyen szempontból végig gondolandó előre, hogyha nem egyedül lakunk egy ingatlanban, illetve hozzáteszem, hogy ha valaki mégis egyedül lakik, akkor is gondolkodjon úgy, hogy nem biztos, hogy onnantól kezdve 80 éves koráig ő egyedül lesz abban a lakásban, hanem hagyja meg a lehetőséget arra, hogy az, az dinamikusan tudjon fejlődni okos otthon szempontból is. Még egy példát hagy egyébként erre. Kálmán Geri mesélt el több adásban is, hogy náluk miért került be a vendégmód, hiszen náluk a nappali a kanapén volt valaki, aki pihent, és hát a redőnyök viszont reggel egy izgalmasabb házi buli után elindultak fölfelé a megadott idő pillanatban, ami hangos is volt és világos is volt, úgyhogy azóta van vendégmód beépítve az otthonukba. Tehát ez mind olyan egyébként... A szerencse az, hogy mindent azért nem kell rögtön az elején kitalálni, mert ez utólag is megvalósítható, de előre tudunk dolgozni. Tehát, hogy, hogy nem muszáj akkor elkezdenünk ezt, amikor új otthonunk lesz, és már abban pillanatban kell, hogy Úristen, Úristen, előre lehet dolgozni, felkészülhetünk mi ebből, végig gondolhatjuk már előtte is azt, hogy egyébként hogyan néz ki egy átlagos napunk, hogyan építjük fel ezt az egészet, utána tájékozódhatunk annak, hogy hogy oké, okay, egyébként milyen megoldások vannak jobbra-balra, és amikor egyszer eljutunk odáig, hogy nekünk új lakásunk, vagy éppen felújításunk lesz, akkor már képbe kerülünk és nagyon fontos, hogy ezeket ténylegesen tervezünk. Tehát nem kell minden részlet, de hogy nagy vonalakban az irányokat szedjük össze az elején, mert akkor fogjuk tudni tényleg bővíteni. Ez olyan, mint amikor a programozóval terveztetünk valamilyen programot, és akkor ez a ide még gyorsan egy ilyen gombot rakjál be, és akkor pislogunk, amikor közli, hogy akkor ez olyan hat hónapnyi munkaóra lesz. Tehát én csak egy gombot kértem, igen, csak nem látod, hogy mi van ugye mögötte, és a háttérből ez hogyan fog összeállni. Itt is ugyanez. Lehet, hogy te csak egy apró változtatást szeretnél, de lehet, hogy az 16 okos otthon funkció összehangolásával oldható meg. Vagy mindent újra kell kezdeni előről. Ezért érdemes egyébként előre gondolkodni, írjunk le mindent. Az nagyon-nagyon sokat segít, egyébként a gondolkodásban is, hogyha ha az ember összeírogatja ezeket, le van írva, nem felejtjük el, ki lehet bővíteni a listánkat. Ebben egyébként tudunk nektek segíteni a 30 napos okos otthon kihívás újraéled okos otthon kihívásként és új anyagokat rakunk vele. Hát nyilván a, az okosoton kihívás is rosszul öregszik ilyen szinten, tehát 2021-ben került felvételre, 2020-2021-ben az, az első részek, és bár bekerültek bővítésre szánt anyagok, azok a részek, ami nem az általános, hogyan gondoljuk végig a dolgokat rész van, azokat újra veszük fel, és ezeket újra elétek tesszük egy kicsikét más profi módon, és ezeket végig nézzük, úgyhogy ez hamarosan itt lesz nálatok, meg fogjuk veletek osztani, iratkozzatok fel a hírlevélre, mert hírlevérből mindenképpen értesülhettek majd. Illetve a Facebook csoportban is, az Okos Otthon Telepítek csoportban is, aki a telepítői szemmel nézi a történetet, ott ők is fognak erről külön értesülni, de aki nem szeretne telepíteni, hanem kifejezetten a saját Okos Otthonát tervezgetni, nekik viszont tényleg a hasznos Okos Otthon tippek hírlevelet ajánlom, hiszen ott a telepítési részletekkel már nem kell bajlódni, viszont a, az okos otthon kihívásnak a, a részleteit meg fogjátok kapni, illetve más érdekességeket is. Hát ennyi voltunk mára, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, gyertek jövő héten is, és kérlek benneteket értékeljétek a podcastet, jelezzetek vissza, az is nagyon jó, hogyha a hallgató eszközötökön nyomtok egy lájkot, vagy csillagot, vagy szívesükét, de azt is nagyon szívesen veszük, hogyha hagytok nekünk üzenetet, írtok e-mailt, vagy pedig a Facebook csoportban kérdeztek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, legyetek itt jövő héten is velünk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt az Okos Otthon műhelye. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten folytatjuk. Ez a műsor a Showcase műsor család büszke tagja. További műsorokért keres fel a sógeszpontek oldalon.